Szevasz, üdvözlök mindenkinek ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Én nemrég értem haza a munkából, ahogy látjátok. A munkás, látod, a munkás fölsőm van még mindig rajtam, a munkás sapkám. És onnét tudod, hogy kezd hosszú lenni a hajam, hogy mikor ilyenkor leveszem a sapkámat, így össze-vissza áll, és ilyenkor le kell vágni. Úgyhogy valószínűleg a hétvégén valamikor le fogom vágni, vagy lehet, hogy jövő héten. Aztán, ami azért van, emöltöztem még át, mert nem zuhanyoztam le, ugyanis mutatom, milyen az idő. Ilyen esőre áll az idő, ahogy látod, ilyen felhős esik el, és olyan helyen dolgoztunk ma, ahol nem tudtuk elmosni ugye az ecseteket, meg semmit, sem munkás dolgokat, ilyenkor haza szoktam hozni, el szoktam itthon mosni, de mikor hazaértem, képzeld el, nem esett az eső, mikor hazaértem, esett az eső, de előtte érted, nem esett az eső, szépen süt a nap, mikor hazaértem, elkezdett szakadni, szakadt egy 10 percet, és nem tudtam ugye elmosni ott kint, sehol sem nem akartam nagyon megázni, meg vizes lenni, úgyhogy azért gondoltam, hogy bejövök. Megvárom, még elállt, most elállt, ugye most kimegyek, és elmosogatok, amit rettentően nem szeretek, de valakinek ugye meg kell csinálni. Aztán, amit akartam mondani, mindenkinek meg szeretném köszönni a sok rajzot, a sok videót, a zenét, a képeket, a mindent, ugyanis nagyon sokat küldtetek ugye az iPhone 6-os nyereményjátékra. Van köztük nagyon-nagyon-nagyon sok jó, ebből meg szeretnék mutatni a mai videóban egy párat. Az összeset nem tudom megmutatni. És nagyon-nagyon sokat kaptam, és nem tudom, nekem mindegyik tetszik. Tehát mindegyikben van egy egyedi valamiség, ugye? Nagyon nehéz lesz a döntés. Hogy én azt mondom, hogy ki fogok egy párat választani, amit a legjobbakat. Leírom egy papírra, mint egy ilyen, nem tudom, ilyen 40 darabot, vagy 50-et, vagy én nem tudom, és abba fogok húzni. Ugyanis valaki ugye YouTube-os videóba küldte el, valaki ugye az e-mailre, valaki feltöltötte a Facebookra, valaki az Instagramra, tehát össze-vissza ugye mindenhol van, és a kommentekből ugye nem tudom csak ugye kiválasztani. Úgyhogy, ha részt szeretnél venni a játékban, még mindig van jövő hét szombatig időd, mármint nem szombatig, mert akkor lesz ugye a sorsolás, péntekig, mondjuk azt, hogy péntek, jövő hét vége feléig, addig ugye tudtok még küldeni, amit akartok, hogy mit kell csinálni az előző videóban, ugye meg tudjátok nézni, hogyha részt szeretnél venni a nyereményjátékba. És mi a helyzet? Itt van a Davis. Mi a helyzet, Nyuszmusz? Hm? Hova rohanunk? Te, Nyuszi! Ja, bele az autóba. De! Meg szeretnék nektek mutatni egy pár darab videót meg rajzot, és kaptam sok vicceset. A legelső videó, kezdjük a táncos videókkal, ugyanis kaptam táncos videókat is, nem is egyet. A legelső videó nem más küldte el, hogyha ő küldte el, Molnár Krisztián, ugye biztos, hogy ismeritek a YouTube-ról, és ez a videó amúgy már fenn volt egy jó ideje az interneten, mert láttam, múltkorról láttam, nagyon rákerestem, láttam, és ilyen megvágott változatot elküldött nekem, ahogy táncol, ő ezzel nevezett be, hogyha az igazi küldte el, nem tudom, hogy valószínű, milyen az e-mail címe is az volt, majd meglátjuk. Na minek? Ugye mutatok nektek ebből egy pár másodpercet. Na. Na várjál. Ások atyába, fény! Nem szállítanom a mát, a fagám! A fagám! Ő ezzel a videóval nevezett, és ha maradjunk már a táncos videóknál, ugyanis kaptam még táncos videót, ebbe a táncos videó ilyen érdekes volt, és kaptam egy üzenetet a táncos videó mellé, még mielőtt láttam a videót, kaptam egy üzenetet, ugye elolvastam az üzenetet, és így kezdődött valahogy, hogy szia, vagy hello, sexy fiú, mondtam, én sexy fiú, te, és ezzel a tánccal szeretnék nevezni az iPhone 6-os sorsolás, vagy olyan hasonló szöveg, és hogyha tetszett a tánc, tudok neked küldeni egy privát táncot is. Ugye elkezdtem ugye azért megörülni, mert ugye házas vagyok és nem vak, úgyhogy nyugodtan ugye megnézhetem a videót. Rákattintottam a videóra, elindítottam, és nagy meglepetés ért, hogy miért, szerintem majd ti is mindjárt rájöttek, úgyhogy induljon a videó. Na mindegy, ha már itt dumcizunk, képzeld! Cuki, cuki vagyok, la 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 la. Cuki, cuki vagyok, szeretlek és a nagy
vicces videó, ezzel a videóval próbált nevezni, nem hiszem, hogy kellene nekem ebből egy ilyen privát táncos videó, szerintem ez bőven elég. Ő is belekerül a sorsolásba, ugye mondtam, hogy mindenki belekerül a sorsolásba, mindegy, hogy milyenféle fajta videót készítesz, és ezek közül, nem ezek közül, ezeken kívül kaptam ugye nagyon sok rajzos videót. Na mit lövünk, Nyuszi, mit lövünk? Kaptam nagyon sok rajzos videót, nem csak rajzos videót, hanem rajzot videón keresztül is, és ebből egy párat meg szeretnék nektek mutatni. Kaptam egy zenét is, képzeld el, egy zenét, valaki készített nekem egy zenét, tehát ezt a zenét lejátszom, és erre a zenére egy pár fényképet beszeretnék szerkeszteni, hogy meg tudjátok ti is nézni rajzot, fényképet. Megpróbáltam kiválogatni a legjobbakat, bár ahogy mondtam, nehéz volt ugyanis, mindenki nagyon jó lett. Tehát attól már ide nem kerültél még bele, attól még részt fogsz venni ugye a nyereményjátékba, ide ebbe a videóban most erre a ennyi volt egy perces videóban körülbelül. Egy párat bele szeretnék ugye szerkeszteni, hogy meg tudjátok nézni, és hátra felismeritek ugye a saját rajzaitokat. Úgyhogy én addig nem más csinálok, mint elmegyek ki, még ti megnézitek a videót, és elmosom az ecseteket. Se tudom ki vagyok, hogy körülöttem mi folyik, csak azt érzem, hogy ki vagyok. Sokszor voltam lent, de nem menekültem szerekbe. Akármilyen tény volt, csak a zene vitt az egekbe. Sok emberbe csalódtam, én nem bízok már senkiben. Ezerszer megkaptam már, hogy nem hiszem semmire. Az életemből túl sok idő a kukába landol. Túl sokszor érzem én is azt, hogy semmi nem kapott. Túllépnék dolgokon, de nem megy nekem nehéz. Sokszor úgy érzem magam, mint egy megkeseredett zenész. Mindig benéztem, amit reméltem. Én vagyok az a gyerek, itt soha senki nem értett. Ezért érzem magam fanyarul. Megyek, nézek inkább egy kis Ausztráliát magyarul. Mostanában elég sokat cserélem a liberót, mert befosok, ha meglátom, hogy felrakott új videót. I was a child, not more than a child, when I heard somebody say I was a child. Hello, szia, szevasz! Na, hát meg is mutatnám azt, ami Ausztrália magyarul rajzomat. Na, itt van. Hello, szia, szevasz! Üdvözlök mindenkit ezen a szép napon délutánon. Na, ide is rögzítettem a lapot, és hát nem, mondtam, hogy nem rajzolok olyan szépen. Itt vagy, hello, szia, szevasz! Ausztrália magyarul logó. Mindent kiírtam, és ez itt fog maradni. Amíg ez nem szakad le innen, nem ázik el, vagy valami, addig ez itt marad. Hello Tamás, én már nagyon régóta nézlek téged, 2 éve. Remélem ezt elfogadod nyereményjátékba. 12 éves vagyok, és hát ennyi. Jó a csatornád. Hello. Hello, szia, szevasz, üdvözlök ezen a szép napom. Sok szerencsét neked a jövőben, családodnak, a videózás terén. Hello, szia, szevasz. Na, szia Tamás! Jelentkeznék erre a nyereményjátékra, amit meghirdettél, az iPhone-t kisorsolás. Köszönöm, hogyha megnézed. Szia! Keresem a mosót, ezt a rollamosót, ezt a hengert, azt hiszem így hívják Magyarországon, egy teddy henger, vagy hogy szokták hívni régen? Tehát ebbe beleteszed, belerakod ide a vizet a másik végébe, és ups, kinyom a kimossa. Úgyhogy ez kell, meg kell egy kefe, nem is akármilyen, egy ilyen ecsetes, hogy a festéket látod, lesse róla szedni, aztán mutatom, mi van a garázsban. Oda néz, sok szemét. Ugyanis múltkor kiválogattuk ugye a szemetet, hogy mit tartunk meg mit nem tartunk meg, és ez itt, oda néz, mennyi DVD, látod? Ez mind megy a szemétbe. Ugyanis felraktam az internetre, hogy eladom, de senkinek nem tudtam eladni. Ugye mostanában nem tudom, hogy nálatok hogy van, de mivel nálunk nagyon sok ilyen, na hova menjek? Olyan, minek hívják? Mint a Netflix ugye, tehát fenn van nagyon sok film, nagyon sok sorozat, és hogyha előfizetsz, az egész nem kerül többe, mint $5 körülbelül havonta, és az összes ugye régi film, az új film, sorozat, minden szinten fent van, úgyhogy ezek a DVD-k csak helyet foglalják. Ezeken kívül amúgy Lucasnek a szobájában még rettentő sok van, de ezektől talán sikerül megszabadulni, vagy oda ajándékozzuk valakinek, vagy megy a szemétbe, aztán van egy ilyen régi, néz, olyan hősugárzó, ami úgy néz ki, mintha égne benne a tűz, de nem még benne semmi se. Aztán van itt egy ilyen kukás, sok-sok játék, hangszóró, nagyon-nagyon sok minden.
esetek, elmosva Tamás, megmosva, ahogy látjátok, de hajmat tényleg most már le kell vágnom. Amúgy hazaért a Lukasz az iskolából, aki itt van. Hello! Mi csinálsz? Telefon nyomja. Amúgy vége van az iskolának, mert most van a... Hol vagy? Most van az őszi szünet, ugye nem fordítva vannak az évszakok, és mennyi? Két és fél hét, ugye? Két és fél? Kette és fél hét őszi szünet, úgyhogy itthon leszünk, és amúgy nem tudom, hogy látjátok vagy nem látjátok, bár lehet, hogy látjátok, üresek a falak. Azért üresek a falak, mert költözünk, képzeld el, költözünk. Még nem teljesen költözünk, már sok mindent elvittünk magunkkal, például mutatom. A Davisnek a, látod, csak a tévé maradt, meg a PlayStation, meg egy pár ilyen dolog, de nincsen ágy, nincsen semmi se. Úgy, bele a székbe. És végleg nem fogunk még elköltözni, már itt elköltözünk szép lassan, egy pár mindent már elvittünk, de végleg majd egy hét múlva fogunk ott lenni az új helyen, amit majd meg is fogok nektek mutatni, de amit akartam mondani, lehet, hogy holnap nem lesz videó, vagy attól függ, hogy tudunk költözni, mert most közben pakolunk, mindent csinálunk, és nehéz videózni, meg pakolni, meg mindent egybe csinálni, úgyhogy lehet, hogy elmarad a vasárnapi, a holnapi videó, attól függ, hogy lesz időm. De meglátjuk, lehet, hogy próbálok majd szakítani, más nem vagy ilyen rövidet feltölteni, vagy valamit, de előre is mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket szeretnék kívánni, hogyha véletlenül ugye addig nem találkoznánk, vagy nem lenne videó. És amit elköltöztünk, biztos, hogy rendszeresebben lesznek videók, csak múltkor képzeld el, bérdeltem egy ilyen utánfutót, és annyi mindent elvittünk, mutatom. A játékszobából csak ez a doboz maradt megint, ami megint a szoba ugye tele van játékkal, de amúgy minden más láthatod, hups, eltűnt. Aztán eltűnt a Lukasznek az ágyikója is, a számítógépes asztala még megvan, de úgy innét a sarokból, a szekrényből minden eltűnt. Az új helyen nem lesz víz. Ugyanis nem lesz víz, ugye? Ez a kilátás, még meg tudom nektek mutatni körülbelül egy párszor, nem olyan túl sokszor. Az új ház az egy kicsit kisebb. Ott a túloldalt, mármint nem itt van, itt az iskola mellett, hanem ott a túloldalt. Lukasznek majd iskolába akar menni, mármint ugye akar menni, busszal fog járni. És azért jó az az egészbe, hogy oda költöztünk, mert a Lukasz egy másik középiskolába akar majd menni, és nálunk úgy van a középiskola, hogy attól függ, hogy hol laksz. Például, hogyha itt laksz, akkor abba a középiskolába fogsz menni, ami itt van a közelben. És ebbe az iskolába nem akar menni, mert nem olyan túl jó, legalábbis azt mondja. És az új helyen, ahol lakunk, az máshova tartozik, a másik középiskolához, ahova mindenképp szeretett volna menni. Ma körülbelül ezt hallottam egy éve, vagy kettő, hogy ő mindenképp oda akar majd menni középiskolába. Úgyhogy ott az új helyen, ahol lakunk, oda tud simán menni, úgyhogy nem lesz belőle gond. Ennek rettentően örül a Lukasz, annak annyira nem örül, ugye, hogy muszozni kell majd neki, de a busz olyan túl sok, körülbelül ilyen 10 perc. Nem, Lukasz, hol vagy? Mennyi a buszozás az új helyről? Mi? A buszozás az új helyről, mennyi? 10 perc? 10 perc a busszal? Gondolom, ja. Ja. 10-15, ja. 10-15, attól függ, hány helyen áll meg. Nem tudom, én nem szoktam buszozni, kivéve amikor gyerek voltam, vagy fiatalabb voltam, ugye akkor mindig buszozni szoktam, mert muszáj volt, nem mióta tudok vezetni, és van autóm, nem, mióta van autóm, azóta nem buszozok. Ugyanis tudtam már régebben is vezetni, mert volt ugye jogosítványom, csak nem volt autóm. Na minden, most már azóta nem buszozok. Na, megnézzük a Davis-t is egyet. Ugye akartam mondani, hogy nem mindenkinek a rajza, videója került bele ugye ebbe a rövid videóba, mert rettentő sokat kaptam, és... ők is benne lesznek a sorsolásba, tehát mindegy, milyen videót küldtél, mindenképp benne leszel a sorsolásba, tehát akár mindegy, hogy költözünk, vagy hogy nem költözünk, hogyan pakolunk, sorsolás mindenképp lesz szombaton, tehát jövő héten szombaton ugye lesz a sorsolás, és többen kérdeztetek, hogy mikor lesz a sorsolás? Mondtam a videóban, mikor lesz a sorsolás, ugye múltkor mondtam, hogy két hetet adok mindenkinek, ugyanis a mai napig kapok még sok videót, most nem olyan túl sokat, meg rajzot, meg fényképet, tehát még mindig van esélye bárkinek. És egyre jobbakat kapok, komolyan mondom, az ellen is kaptam nagyon szépeket, nagyon jókat, de például múltkor, mikor tegnap vagy tegnap előtt kaptam egy festőtől, már bemúlt ebbe a videóba, ebbe a rövid videóba az a kép, megmutatom nektek még egyszer. Az azért volt érdekes, mert ugye ő is festő, azt mondta, és festett egy ilyen ausztrália magyarult, mutatom neked, már lehet, hogy ezt olyan láttátok, látod? Egy ilyen ausztrál magyarul feliratot oda, nem is tudom mi ez, kerítés talán? És nem tudom, hogy a fénykép meg minden elég jól sikerült nekem, bár ezen kívül ugye mindenkinek a fényképét, ez is látod, ez is jól sikerült, ugye ez egy rajz, tehát
Na, tényleg mindenkinek meg szeretném köszönni, nem hittem volna, hogy ugye ennyien fogtok rá jelentkezni, és valamit ugye csináltatok is érte, nem az csak, hogy kommentáltatok, meg szerettétek, ugye mondtam, hogy az a minimum, de hogy valamit rajzoltatok, meg valaki zenét készített, sok videót, tehát vettétek a kamerát, meg magatokat egy páran, ugye, a 9-10 játékra, és tényleg megmutattátok, vagy egy fényképpel legalább, hogy kinéztek az ablakon, ugye, és hogy mit láttok. Tehát nem tudom, engem ilyen érdekel, hogy amikor reggel felkelsz, kinyitod az ablakot, vagy elhúzod a függönyt, akkor mi van a szemed előtt? Nem tudom. És sokan ugye lefényképeztétek, ennek én rettentően örültem. Ugye, ahogy mondtam, rajzok is készültek, rettentő szép rajzok. És ugye múltkor mondtam, lehet, hogy úgy lenne a sorsolás, hogy kiválasztok a 10 legjobbat, de ugye egy 25 évesnek a rajza mondjuk biztos, hogy jobban sikerül, mint mondjuk egy 5 évesnek a rajza, de mindenkinek ugye meg szeretném adni az esélyt, hogy ugye meg tudja nyerni a telefont. A telefont valószínűleg megint fel fogom tölteni, ugyanis le van, látod, le van merülődve. Na minden, valakinek el fogom küldeni. Úgyhogy mára ennyit, ezt a videót én itt most befejezem, ugyanis nem más fogunk csinálni, mint pakolászunk továbbra is, ugyanis minden délután ugye munka után egy kicsit pakolunk, ide visszünk, oda visszünk. Úgyhogy ezt a videót itt befejezem, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor néztek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!